Adásunkból megtudjuk, hogy mit is mutatnak az idei év első felére a közúti baleseti statisztikai adatok. Kiderül, hogy mit kell tenni balesetet szenvedett emberek ellátásakor, és eláruljuk, hogy az Autós Nagykoalíció milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy kiszorítsa a fekete gazdaságot. Az idei év első 6 hónapjában 18 fővel többen vesztették életüket közútjainkon, bár csökkentek a személysérüléses közúti balesetek. Ez nem egy olyan ijesztő arány és ijesztő szám, de azért mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk az elmúlt éveknek a nagyon jó tendenciáját ebben az évben is tovább folytatni, hiszen köztudott, hogy több mint 10%-kal csökkentek a halálos áldozatok számai az elmúlt években folyamatosan. 2011-ben 638 fő vesztette életét hazánk közútjain, ami egy nagyon-nagyon jó arány. Ugye ebben az évben Magyarország meg is kapta az elismerését az Európai Uniótól, és egyedüliként a tagországok közül megkaptuk azt a díjat, amellyel kifejezték a közlekedésbiztonság javulása terén elért eredményeinket. Évtizedek óta első helyen áll a gyorshajtás miatt, a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt bekövetkezett baleseti arány, közel 30%-os ez az arány. Itt azért természetesen a legnagyobb arányban, ezen belül is, tehát a nem megfelelő megválasztásában a relatív sebesség túllépés jelentkezik, amikor akár az út, akár pedig a látási viszonyoknak nem megfelelően választja meg a járműve haladási sebességét a járművezető. Az ittassan okozott baleseti arány az még mindig 10% fölött van egy picivel, tehát még ebbe is van mit javulnunk. Tehát minden közlekedői réteg azért számíthat a elkövetkező hetekben, hónapokban is fokozott rendőri ellenőrzésre. Hazánkban a motorkerékpárosok személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteinek száma egy év alatt 1235-ről 1402-re nőtt. A kerékpárosok részaránya is emelkedett a balesetek okozásában. Idén 858 balesetet okoztak kerékpárral, a tavalyi 782 esettel szemben. Már tavaly is azt tapasztaltuk, hogy a kerékpárosok által okozott baleseti arány meghaladta a motorosok, illetve a segédmotorkerékpárok összes baleseti arányát, tehát eddig erre még nem volt példa. És sajnos ez a tendencia ebben az évben tovább folytatódik. Az előzetes adatok alapján megállapítottuk, hogy a járművezetői kategórián belül a kerékpárosok 13%-ot érnek el a baleset okozó arányba, ami rendkívüli magas, hiszen ha összeadom a tehergépkocsi vezetőket és a motorkerékpár vezetőket, még ők sem érik el ezt az arányt ketten. Tehát én azt gondolom, hogy erre aztán mindenképpen oda kell figyelni, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, akár a rendőri ellenőrzés oldaláról, akár pedig a felvilágosítás, a propaganda, a meggyőzés oldaláról is. Óriás plakátokkal még most is találkozhatnak a közlekedők az autópályák mentén, ahol a védőfelszerelésre hívjuk fel a motorkerékpárosok figyelmét, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a nagymotorosok, akiknek a többsége azért odafigyel és fölveszi a megfelelő védőruházatot, hanem a kisebb teljesítményű motorral, vagy akár a robogóval, tehát az 50 köbcentis motorkerékpárral közlekedők is magukénak tudják ezt az elvet, hogy ők ne csak a kötelezően előírt bukós isakot használják, hanem a saját maguk érdekében, testi épségük megóvása érdekében használjanak védőruhát, protektorokat, akár ha nagy meleg van, a térdvédőt, könyökvédőt, magasszárú cipőben, kesztyűben motorozzanak. Tehát, hogyha valami baj történik, akár még ha csak elesnek egy kis sebességgel is, de akkor is súlyos sérülésektől tudják menteni saját magukat. És hogyha megszokják ezt, hogy akkor ők úgy ülnek motorra, hogy előtte már a védőruhát felveszik magukra, akkor a későbbiek során, amikor már nagy motorra, nagyobb teljesítményű motorkerékpárra fognak közlekedni, ez már teljesen megszokottá válik és természetessé válik ennek a járművezető rétegnek. Bízunk abba, hogy minél többen fogják majd viselni ezeket a védőruhákat. Szeretnénk majd jelezni a jogalkotó irányába is, hogy esetleg a nemzetközi tapasztalatokat, a nemzetközi gyakorlatot figyelembe véve egy minimális előírást, egy bizonyos motoros szegmensnek próbálja meg előírni, hogy ne csak a bukós isak használata legyen kötelező. Vérzik? Aha. Jó, nyomja, jó erősen mentőládája, merre van? Hátul. Korábbi adásunkban már foglalkoztunk azokkal az elsősegélynyújtási technikákkal, amelyek az autóbalesetek esetén akár a sérült életét is megmenthetik. Ezúttal a vérzősebek ellátását mutatjuk meg. Egy karambolt látunk, közúti balesetet látunk, akkor célszerű már úgy oda menni a gépjárműhöz, hogy kivesszük a mentőládánkat, hogy ezzel időt ne veszítsünk el. Amennyiben járókelőként veszünk részt az eseménybe, úgy, ugye mivel minden gépjármű kötelező tartozéka a mentőláda, így majd a későbbiekben a gépjárműben, tehát a balesetet szenvedett gépjárműben kereshetjük a mentőládát, és azt tudjuk felhasználni a sebeknek a kötözésére, ellátására. Természetesen ebben az esetben is azonnal értesíteni kell a mentőszolgálatot a baleset körülményeiről, a sérültek számáról és a sérülések súlyosságáról. Ha a mentők 10-15 perc alatt ki tudnak érkezni, akkor nem kell a törött végtagokkal foglalkoznunk, annál inkább a vérzősebekkel, mert akár azon a pár percen is múlhat a sérült élete. Amennyiben súlyos vérzést látunk, úgy természetesen a súlyos vérzés ellátását, csillapítását, tehát a vérzés csillapítását meg kell tenni. A súlyos vérzés csillapításra, ugye artériás vagy vénás vérzés csillapítására a nyomó kötést, illetve a direkt nyomás alkalmazását lehet majd használni. Nyomja jó erősen, és ha lehet, akkor szívszintje fölé már emelje a karját. Ide a kormányra? Nem, magasabban. Fél pillanat, és segítek. Jó erősen nyomja bele a sebbe. Nyomja jó erősen. Ugye szívszintje fölé emelem a kart, ezáltal már a nyomás segítségével csökkenni fog a vérzés. Ilyenkor nagyon fontos, hogy jó erősen, jó szorosan bekötözzük az illetőnek a karját. Amennyiben nem vagyunk járatosak a sebkötözésben, úgy célszerű a direkt nyomást alkalmazni, azaz csak és kizárólag, ahogy előbb láttuk, hogy a sebnél ott tartjuk a nyomópontunkat. Nyomópont lehet akár egy feltekert pólyatekercs is, illetve bármi olyan dolog, amivel direkt nyomást tudunk kifejteni magára a sérülésre. Ha szorosan bekötöttük a sérültet, az órát, gyűrűt érdemes levenni a kezéről, ujjáról, mert ilyenkor a végtag nagyon betagadhat. Amennyiben súlyos vérzés állunk szemben, hogy az elsődleges dolog az a vérzésnek a csillapítása, nem pedig a sebfertőtlenítés, tehát inkább a vérzés csillapítással foglalkozunk, ezzel tudjuk megmenteni a sérültnek az életét. Míg Németországban 17.600 márkaszerviz mellett 20.400 független javítóműhely működik, addig Magyarországon egy márkaszervizre 10 egyéb műhely jut, mondta Nagy Szokolyai Iván, a Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesületének elnöke az Autós Nagykoalíció közlekedésbiztonsági rendezvényén. További gondként említette, hogy a mai autók javításához elektronikai, radartechnikai és sok egyéb tudás kell, amely maradéktalanul csak a márkaszervizekben áll az üzemben tartók rendelkezésére. Véleménye szerint a márkaszervizek mellett biztonság szempontjából a szakműhelyek adják a következő lépcsőt, majd a több márkát javító műhelyek következnek. Ám manapság a pénztárcánk véget sokan keresik fel az úgynevezett sufni tuningokat is, ami meg annyi probléma kiindulási pontja. Általában a gépjármű javítás területén a technika soha nem látott mértékű fejlődése jelenti a problémát, az ehhez való felzárkózás. Elsősorban az elektronikus rendszerek diagnosztikája okozza a gondot. Az az információ, ami ehhez szükséges, az nagyon kevesek részére áll rendelkezésre, pedig ma egyértelműen az autójavítás és az információ az azonos kérdés. Tehát az információhoz való jutás jelenti az alapvető gondot. Ez különösen az autók folyamatos fejlesztéseinek tükrében igencsak aggályos, hiszen a mai modern technikával felvértezett járgányok javítása sok esetben jóval nagyobb alkatrész és információigénnyel történik, mint a teljesen mechanikus korszakban, amikor elég volt, ha a szakember tudta, hogy hova kell ütni a kalapáccsal. Mi nem szeretnénk más, csak túlélni, illetve egy olyan szakmai kultúrát életben tartani, ami igen nagy veszélybe került azzal, hogy itt minden nap jön valaki ellenőrizni az államigazgatás szereplői közül, Ellentétben az illegális szférában azt se gondolják, hogy ilyen van, és minden nap a vállalkozóknak a terhei nőnek azzal, hogy olyan szabályokat kell betartani, és versenyezni olyan szabályokkal, ami a másik oldalon nem kell. Először is az illegális vizsgálóberendezések és a rajtuk lévő szoftverek megfogása nagyon fontos. A másik pedig az, hogy a közlekedésbiztonsági szempontból fontos alkatrészeket csak az vásárolhassa meg, akinek legális autójavító műhelye van. A probléma megoldása minden közlekedő érdeke, hiszen a közlekedés mienségét az autók műszaki állapota is befolyásolja. Ez pedig nagyban függ attól, hogy ki, hol és milyen eszközökkel végzi az autók karbantartását. De amíg nincs egységes ellenőrzés, addig arra sincs garancia, hogy mindenhol ugyanabban a minőségben javítják a hibákat. De megesik az is, hogy egy illegális szerelőműhelyben még számlát sem kapunk. Hogyha egy baleset történik, és adj uram Isten műszaki hibából következik be, amit egy szakértő megállapít, akkor ha nincsen arról számlám, hogy mi történt a járművel, akkor bizony-bizony én mehetek a börtönbe. De nem is ez a legriasztóbb. Mi van akkor, hogyha a jármű műszaki állapotából fakadóan esetlegesen súlyos vagy halálos baleset következik be? Mit fogunk tenni annak érdekében, hogy a családtagunkat visszahozzuk? Akkor már semmit. A műsor támogatója a Bristol Magyarország Kft. A műsor támogatója a Herz International, biztonság 4 keréken, külföldön is. A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT.